Hamarosan elkezdődik a Szexádi Babics Mihály Kulturális Központ 2023-as őszi és 2024-es tavaszi színházi évada. A szervezők idén is változatos produkciókkal készülnek. A rendszeresen visszatérő vendégek jól tudják, hogy két bérletsorozat áll rendelkezésre. Hamarosan vége a nyárnak, és hagyományosan a Babics Mihály Kulturális Központ augusztusra el szokta készíteni a következő évad 2023 ősz és a 2024 tavaszi színházi produkciójának az összefoglalóját, indulnak a e, új bérlet sorozataink, és ezzel kapcsolatban örömmel tájékoztatjuk Szexárváros lakosságát, hogy ebben az évben is, ebben az évadban is megint minden igény kielégítő változatos produkciókkal készülünk. Színházba járó ö, városlakók és környékbeli ö, rendszeres visszatérő vendégeink tudják, hogy van két kiváló bérletsorozatunk, a Múzsa és az Orfeum bérlet, melynek az előadásai általában októbertől egészen a következő tavaszig áprilisig szoktak tartani. Mindegyik bérletsorozatban négy-négy előadással érkezünk, és ami ugyanilyen fontos, hogy megújítjuk a gyermek és kisiskolás bérletünket, melynek során szintén az óvodás és a általában az alsó tagozatos, vagy inkább nevezük kisiskolás gyermek gyermekeket is megszólítjuk, és a legnagyobb örömünkre általában ezek az előadások kivétel nélkül teltházasak. Azon vendégeknek is szeretne kedvezni a központ, akik már hosszú évek óta minden esztendőben megújítják a bérleteiket. Nagy örömmel számolhatunk be arról is, hogy ezek a bérlecsorozatokban legalább a két kétharmada régi bérletesünk van, akik évtizedek óta minden évben, évről évre szépen megújítják ezeket a bérleteket, ezért nekik lehetőséget adunk, hogy augusztus 21-től egészen szeptember 3-áig ezt meg tegyék, majd szeptember 4-től hétfőtől indul az új bérletek, amíg meg nem váltott régi bérleteseink utáni új bérletek megváltása, és szeptember 17-től majd indulhatnak azok a, a, elindul azoknak a jegyeknek az értékesítése, amelyek még szabadon maradtak. Hát biztatok mindenkit, hogy igyekezzen, mert sokszor erre már lehet, hogy nem lesz, nem lesz lehetőség. Az tervek szerint gyermekelőadásokkal indul. Azt is tudják a színházba járó kedves nézők, hogy az előadások címe és a darabok már megvannak ilyenkor de a pontos időpontoknál, ugye általában itt budapesti színházakról beszélünk, mindig azért hosszabb egyeztetés szükséges. Október 1-én és 10-én két gyermekelőadás lesz, és még picit visszaugrok az időbe, szabad előadásokkal is készülünk. A legkorábbi előadásunk már a születi napokhoz kapcsolódik. Sokan tudják, hogy a születi napok színpompás programjaihoz mindig a Nyitónap előtti estén, ami most szeptember 13-án szerdá lesz, tartozik egy kiváló színházi produkció. Egy e, újabb kuriózummal készülünk, a Taven Baktele, legyetek szerencsések című előadás a cigány kultúra legszebb elemeit, legpompásabb ruháit életérzését, hagyományait fogja bemutatni, egy rendkívül színvonalas előadás lesz, amire hát biztatjuk örömmel a kedves nézőket, elindult a jegyértékesítés, úgyhogy igyekezzen mindenki, hogy 13-án szerdán még láthassa ezt az előadást is. Az igazgató hozzátette, hogy nem érdemes az utolsó pillanatokra halasztani a bérlet jegyvásárlást, hiszen az előző évad valamennyi előadásaira szinte az összes hely elfogyott. Nem kíván az ember visszautalni a szomorú történetekre, de egy mondat erejéig ilyenkor megidézzük azért a Covid járvány okozta problémát. Szerencsére ez teljesen elmúlt. Az előző évadunk szinte valamennyi előadására elmondható, hogy azzal a kellemes problémával találkoztunk inkább, hogy nem volt jegyünk. Tehát ezért is folyamatosan ezt hangoztatjuk most a sajtóban és a saját hírforrásainkon is, hogy inkább igyekezzenek a bérleteket megváltani a kedves nézőink, az a biztos helyet biztosító lehetőség. A szabad jegyek, amelyek maradnak akár a bérletes előadásról, akár a szabad előadásról, az mindig korlátozottabb mértékben fordul elő legyen ez így ebben az évadban is. Én úgy gondolom, mindenki megtalálja a kedvére való vígjátékot, komolyabb produkciót, musical, vidámabb darabot, kicsit talán hagyományosabb értékeket felvonultató produkciókat. Sok lehetőség lesz ebben az évadban is. Áraknál egy minimális áremelés kénytelenek voltunk elkövetni. Azt hiszem, ezt a mai világban nem nagyon kell ecsetelni, hiszen a produkciók árai is folyamatosan nőnek. Ugye sokat járunk mi is más színházakban, látjuk Budapesten is, a nagyobb városokban is, hogy hát bizony néhány évvel ezelőtthöz képest akár a duplájára is megnőtt egy-egy produkció ára. Mi azért igyekeztünk ezt valamilyen szinten kortába tartani. A, a béletes előadásainkban is a tavalyi évhez képest egy 10-15 százalékos áremelés látható. Én úgy gondolom, hogy ez talán még nem okoz olyan óriási problémát, nem lesz gátja annak, hogy megint eltházassak legyenek az előadások. Mivel javában zajlik a zöldváros program Szexádon, amelynek keretében a kulturális központot körülvevő terület is megújul, az igazgató elmondta, hogy a parkolás szempontjából nincs ok aggodalomra ebben igazából, ebben a kérdésben inkább megnyugtatni szeretnénk a lakosságot. Kiváló kapcsolatunk és folyamatos egyeztetésünk van a Zöldváros kivitelező céggel. Én azt gondolom, nézzük ennek is a jobb oldalát, hogy végre megvalósulhat egy régóta dédelgetett vágy, hogy a kulturális központunk környéke is, és itt ugye a régi sétány is megújulhat, még szebbek lesznek a terek, még több zöld lesz, még jobb hangulatban lehet érkezni színházba, moziba, egy-egy babicsos előadásra. Úgyhogy ö, igyekszünk megtalálni a helyét a színházi kamionoknak ö, és a Autóknak, úgyhogy emiatt nem fog elmaradni egy előadás se. Várhatóan október végére véget ér a felújítás, és a színházi évadunknak a nagy része pedig majd azért novembertől fog indulni, az októberi-szeptemberi előadásokra pedig megoldjuk majd a helyzetet.